Üdvözlöm a kedves nézőket, én Fintan Ándor vagyok, a Minimalok Színház vezetője. Orvilágos éjszakát! Nagy macska csillafá! Arra megy egy boszorkát! Tiligón talicskát! Ez egy farsangi színdarab, aminek a címe a tényűző munka. Ez teljesen jól bemutatja a farsangnak a szellemiségét, mellette igen-igen mulattatja az összes kisgyereket. A színdarab nagyon-nagyon röviden arról szól, hogy farkasommal meg akarja enni malackát, és malacka könyörgőre fogja, és kikönyörgi a farkastól, hogy hát valami esélye csak legyen arra, hogy megúszza ezt a dolgot, a farkas megkímél rajta, és három próba elé állítja. Még egyszer, hogy hinnak? Szia, királylány! Na, akkor jól figyeljetek! Így hangzik a találós kérdésem. Szép fehér vitézek, csontvillás, szakállas, szőrös kinézet, egyet-egyet járó paták, füve majszoló, aranyos kis pomák. Szemük igen van ma, mégis a tejüket sok ember issza. Mégsem tehén, lehet valakinek mekegő ré. Na, mi az, király kisasszony, majd te tudod, malacka? Ti tudjátok, gyerekek? A hever húrja 7-800-át neki! Hát okosabb vagy, mint hittem! Jól van, királyán, kiálltad az első próbát! Sziasztok, én Szabó Gréta vagyok, a Minimanó Színház színésze. Lompos farkú! Lompos farkú! Farkas falka! Farkas falka! Fajjad! Fajjad! Itt a vad! A mostani színdarabunkban, a télűző mókában én alakítom malackát, aki egy aranyos, kedves, visszafogott kis malac, akit meg akar enni a farkas. De a gyerekek segítségével, turpisságokkal, furfangokkal, farsangi jelmezekkel, énekekkel, játékokkal túljárunk a farkasnak az eszén. Én semmiféle babonában nem hiszek, de akkor siess nekem, ne válasz meg engem. Na figyelj, boszorkány, itt van ez a párca. Ez jobbra, balra, húzni, vonni, s közben varázserőt szőni, és ezt mondani. Egyél inkább csigár, egeret, fentről pedig velevet. Na, mondd utána. Egyél inkább csigár. Most jut eszembe, malac húsra nem fáj szívem, ezek inkább csigák, egeret, fentről pedig majd fogok verebet. Minden egyes próbához egy-egy kisgyereknek a segítségét kérjük a színdarabban, beöltöztetjük őket Katicának, királylánynak, medvekomának, és igazából az ő segítségükkel sikerül ezeket a próbatételeket kiállni, a gyerekek segítségével elijesztik a farkast jó messzire, és utána a farkas kenyerek malackának, és a gyerekeknek, hogy hagyják őt békén, és békén jönnek ki, természetesen happy end a vége, ahol is kezdődik egy farsangi mulatság, és ott táncoltatjuk, tapsoltatjuk, énekeltetjük a kisgyerekeket. Sziasztok, Dula Nikó vagyok, a Minimanó Színház színésze. Az új darabunkat, a tényűző munkát mutattuk be, nem is olyan régen, amiben én vagyok malacka. Remélhetőleg nem sokára a farkas is leszek. Van itt nekem egy kötelem, amit ide tettem, és hogyha el tudtok húzni engem, akkor veszítettem. Fogd meg, malacka! Farkas koma, nem kell nekem ehhez, Katica segítség. Egyedül is elhúzlak, malacerővel az igazi merészség. Figyelj, na majd látjuk azt. Katica, figyelj csak, hogy hogyan látom a maját. Ez itt a határ, ha ezt valamelyikünk átlépi, az veszített.
Na, hát maradsz fel? Na, akkor 1, 2, 3! Ez egy nagyon-nagyon érdekes darab, tehát teljes mértékben be vannak vonva a gyerekek, különböző jelmezeket vehetnek föl, és lényegében az a dolguk, hogy a malackát megvédjék a csúnya gonosz farkas elől, mert hogy meg akarja őket enni. Illetve igen, de csak engem akar megenni. Különösen érdekes, hogy amikor legelőször hívjuk ki a gyerekeket, hogy segítsenek a malackának, akkor van, ahol még bátortalanul jelentkeznek, ha kijön valaki, utána viszont már levakarhatatlanul jönni akar ki mindenki, és nagyon-nagyon élvezik ezt, hogy ők beöltözhetnek, ők most játszhatnak, ők benne vannak a darabba, szóval én nagyon szeretek ebbe a darabba lenni. De mozgékony, és tényleg minden gyereket megmozgatunk benne. Az óvónéniket is megmozgatjuk, tanítónéniket is megmozgatjuk, szóval szuper. Na, akkor tudod mit, malacka? Csak hogy lásd, hatalmas farkas szíromet, kapsz még egy lehetőséget. Próbáld meg Katicával. Fogd meg. Katica, gyorsan fogd meg a kötelet. Úgy fogd meg, és akkor egy, kettő, három! Mire? Fel kell készülni. Jól van, akkor ismét várok. Katica, szerinted vagy te olyan erős, hogy elhúzzuk a farkast? Nem, én is ettől tartottam. Akkor te, Léci, gyere, segíts nekünk, meg te. Gyere, gyere, gyere. Fogjátok meg a kötelet, elhúzzuk a farkaskomet. Aztán elesik, visszateszük a kötelet a helyére, ti visszaültök, és azt fogja hinni, hogy mi volt, hogy benne vattok. Na, készen vagyok. Na, akkor meg, Katica, felkészültél? Igen. Jó van, akkor 1, 2, 3! A kötél! Gyorsan! Már is húzom! 1, 2, 3! Csak te vagy itt. Ki volt az? Hát... Úristen, milyen erős vagy! Hát én ilyet még nem is láttam, hogy engem, a nagy farkas, így elhúzzon valaki. Jól van, Katica, kiálltad a harmadik próbát. Megérdemled a cukrot. Tessék. Tapsoljuk meg, Katica! Köszönjük szépen, hogy megtekintették a videóklipünket, reméljük, hogy önökkel is fogunk találkozni, és be tudjuk mutatni az éppen aktuális műsorunkat. Viszont... Viszlát! Esik az eső. Viszlát!